Rigó Konrád államtitkár tájékoztató előadásában azt hangsúlyozta, hogy a kreatív ipar szektorában is nyitni kell a kis- és középvállalkozások felé. Kreatív központokat hoznak majd létre a megyei városokban, köztük Nagyszombatban is. Ezek feladata lesz bevonzani a kreatív ipar iránt érdeklődőket. A Kulturális Minisztérium pedig most pályázatot hirdett számukra. A pályázat 50 millió euróról szól, és kis- és középvállalkozások pályázhatnak, akik bármilyen kapcsolatban vannak a kultúrával. Egész a kreatív szegmensig terjed a skála, az azt jelenti, hogy magángalériák, rendezők, zenészek, színházak, számítógépes játékprogramot fejlesztők pályázhatnak, azon kívül restaurátorok, filmkészítők, filmklubok. És azt szeretnénk, hogyha azok, akik ezen a szegmensen dolgoznak, azok nagyobb sikereket tudjanak elérni. Ezért a pályázatból eszközbeszerzésre költhetik majd a pénzt, akik sikeresek lesznek, illetve marketingre. A pályázat fontos eleme a nem technológiai jellegű innováció. A Kulturális Minisztérium azokat támogatja, akik valami újdonsággal állnak elő, és ettől várják, hogy üzletileg is sikeresek lesznek. A végén főállású munkahelyeket kell létrehozni, amelyeket 36 hónapig fenn kell tartani. 50-től 200 ezer euróra lehet pályázni, 50 ezer eurónként egy munkahelyet kell létrehozni. A pályázatok beküldési határideje 2017. február 28-a. Bővebb információk a Kulturális Minisztérium honlapján olvashatók. Az államtitkár előadássorozata Rimaszombatban és Kassán folytatódott.